Elsődleges szempont, amit meg tudunk a kerékpárokon vizsgálni, hogyha a kereket megforgatjuk, és látjuk és halljuk is, hogy a fékbetét a tárcsához hozzáér, és ezáltal a kereket fékezi. Tehát rosszul van beállítva a fékbetétünk a tárcsához képest, valamint ha már kivesszük a kereket, akkor célszerű megnéznünk, hogy a fékbetétek milyen állapotban vannak, mennyire vannak elkófva, szükséges-e cserélni őket, vagy még tudunk velük menni továbbiakban. Leváltunk kis háttételre, és kivesszük a hátsó kereket. Ezt követően kivesszük a fékbetéteket. A fékkaron van egy nyomáspont állító kis szerkezet, ezt visszaállítjuk alapállásba. Fogunk egy 10-es csillagvilláskulcsot, benyúlunk a munkahenger belsejébe, és óvatosan, hogy a belső pöcköt ne törjük le, visszatoljuk alapállásba mind a két munkahengert. Persze ezt óvatosan kell csinálni, és lassan, hogy visszamenjen a munkahenger helyére. Mielőtt visszahelyezünk a fékbetéteket a munkahengerbe, megnézzük a fékbetétnek az állapotát, és ezen még azt látom, hogy ezen még van rendesen réteg, tehát ez még nem igényel cserét. És akkor most visszahelyezzük a fékbetéteket a munkahengerekhez. Amikor visszahelyeztük a fékbetéteket, akkor a kereket tesszük vissza a helyére. A tárcsát beillesszük a nyílásba. Alulról megcsapkodjuk, hogy bemenjen a papucsán a helyére. Kitámasztjuk a lábunkkal. Jó, és akkor nem van helye. Ilyenkor látszik, hogy beleír a fékbetét a tárcsába. A tárcsafékeknél, itt a rögzítési pontnál találunk két csavart. Ezeknek a segítségével tudjuk beállítani úgy, hogy a fékbetét ne érjen bele a féktárcsába. Egy 5-ös imbuszkulcs segítségével ezt a két csavart meglazítjuk. Megmozgatjuk, és ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy meghúzom a hátsó féket, behúzom, kereket egy kicsit előre mozdítom, majd óvatosan ezt a két csavart meghúzom. Így meghúzzuk. Akkor jó a tárcsaféknek a beállítása, hogyha nem ér bele a tárcsa a fékbetétekbe. Na most olyan szituáció is előfordulhat, hogy a magában a féktárcsában van egy kis 8-as, és akkor már nehezebb dolgunk van, mert itt elég kicsik a rések, tehát oda bejátszani, hogy ne érjen bele, elég nagy türelmet és időt igényel. Viszont van egy okos kis szerszám, az úgynevezett tárcsafék egyengető szerszám. Ezzel a kis szerszámmal lehet jobbra vagy balra ott a tárcsát egyengetni, ahol éppen szükség van rá.